Elfogadta az amerikai kongresszus felsőháza a szenátus azt a törvénycsomagot, ami többek közt Ukrajnának és Izraelnek is juttatna segítséget. Számolt be a New York Times kedden. A 95 milliárd dolláros csomagról hónapok óta ment a vita, Ukrajna közben többször figyelmeztetett arra, hogy a csatatér napi realitásában is látszódni fog, hogy nem folytatódik a támogatás. A 95 milliárd dollárból 60,1 milliárd megy Ukrajnának, 14,1 milliárd Izraelnek, 10 milliárd pedig humanitárius segélyként jelentős részben a gázai háborútól szenvedő palesztén lakosságnak. A szenátusban 70-en szavaztak a javaslat mellett, 29-en pedig ellene. Mielőtt Joe Biden elnök aláírhatná a csomagot, a törvényjavaslat a republikánusok által ellenőrzött képviselőházba kerül, ahol a sorsa továbbra is bizonytalan, mivel a republikánus házelnök már előre jelezte, nem fogják megszavazni. Február 29-én Prágában találkoznak a Visegrádi Négyek parlamenti elnökei. A tárgyaláson részt vesznek az ukrán parlament képviselői is. Közölte a cseh képviselőház elnöke Markéta Pekarova Adamova szóvivője kedden Prágában. Mártin Sorevi elmondása szerint a tanácskozás egyik központi témája az orosz agresszió által sújtott Ukrajnának nyújtandó támogatás folytatása lesz. A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák parlamenti elnök, Legutóbb tavaly februárban találkozott Szlovákiában. Csehország tavaly júliusban vette át egy évre a Visegrádi csoport soros elnöki tisztségét Szlovákiától. A cseh elnökség programjának egyik legfontosabb pontja Ukrajna támogatása. Tavaly novemberben a négy visegrádi ország államfője találkozott Prágában, az idén pedig egy kormányfői és egy külügyminiszteri csúcs találkozó szerepel a cseh tervekben. Február 21-ig az Orosz Federáció állami dumája és a federációs tanács döntést hoz Oroszország ebesz parlamenti közgyűlési tagságának megszüntetéséről. Jelentette be Vyacheslav Volodyin, az Orosz Federáció állami dumájának elnöke, számolt be a The Insider. Volodyin az ebesz parlamenti közgyűlését abszolút nem független politizált szervezetnek nevezte, amely Washington zenéjére táncol. A legrosszabb ebben a helyzetben az, hogy még mindig fizetünk, ráadásul mi a legtöbbet, ezért ki kell lépnünk, és le kell állítanunk az átutalásokat, mondta Volodyin. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet parlamenti közgyűlése 57 tagállamot tömörítő parlamentközi testület. 1991-ben hozták létre az EBSZ céljainak végrehajtásának nyomon követésére a konfliktus megelőzési és megoldási mechanizmus mechanizmusok kidolgozására és végrehajtására, valamint az EBSZ tagországok demokratikus intézményeinek megerősítésére és konsolidációjára. A közgyűlés 2023 nyarán parlamenti csoportot hozott létre Ukrajna támogatására. Januárban az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója 641 civil meggyilkolását vagy sebesülését regisztrálta Oroszország-Ukrajna elleni háborúja következtében. Olvasható a szervezet jelentésében, közölte a korespondent.net. A dokumentum szerint az orosz rakéta és drón támadásokban 158-an haltak meg, 483 személy megsérült, ami 37 kal haladja meg a 2023 novemberi adatokat. A misszió kiemelte, hogy a vizsgált időszakban több mint kétszeresére nőtt a sérült gyermekek száma. Januárban 40 gyermek halt meg vagy sérült meg, míg novemberben 18. Az ENSZ hangsúlyozta, hogy a halott vagy sérült gyerekek száma a frontvonaltól távol eső településeken növekszik. Az Eurostat 2023. december 31 i adatai szerint több mint 4 millió ukrán állampolgár rendelkezett ideiglenes védelmi státusszal Európában a 2022. február 24 i orosz invázió következtében. A legtöbb ukrán menekültet Németország, Lengyelország és Csehország fogadta be. A menekültek száma három EU tagországban csökkent, mégpedig Olaszországban, Franciaországban és Lengyelországban. Az Eurostat azt is megállapított, hogy egyes EU tagországok lakosságához képest 2023. december végén ezer főre számítva ideglenes védelmet a legtöbben Csehországban, Bulgáriában, Észtországban, Litvániában és Lengyelországban igényeltek. 2023. december 31-én az Európában átmeneti védelemben részesülők több mint 98 át ukrán állampolgárok tették ki. Közülük a felnőtt nők a menekültek 46,2, át a gyermekek 33,2 át a felnőtt férfiak pedig az ukrán menekültek több mint 20 át tették ki. Alexander Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Rostem Umiarov védelmi miniszter kedden a frontra látogatott, hogy a helyszínen tájékozódjon a helyzetről, közölte Volodymyr Zelenszky elnök keddesti videó üzenetében. Az elnök elmondta, hogy a nap folyamán elsősorban Avgyiukára, Kupjanskra és Limánra összpontosult a figyelem. Zelenszky hozzátette, hogy Szirszki tábornok és a védelmi miniszter egész nap terepen voltak, meglátogatták a frontvonal összes forró és beszámoltak az aktuális helyzetről. Az elnök kijelentette, hogy a hadsereg főparancsnoka és a védelmi tárca vezetője megoldást fog találni a személyi állományt, az erődítményeket és a vezetést érintő problémákra. Megerősítjük őket drónokkal, elektronikus hadviselési eszközökkel, és a parancsnoki pozíciókat is megerősítjük. Részletes jelentésre a későbbiekben kerül sor, összegezte Volodymyr Zelenszky. То армія дронів виповнюється перший рік за цей час. Ми збільшили можливості виробництва дронів в сотні разів. Denis Mihály Ukrajna miniszterelnöke kijelentette, hogy az ukrán támadó drónok az elmúlt hat hónapban több mint 14 ezer ellenséges célpontot találtak el. Ukrajna igazi forradalmat hajtott végre a drónjártás szabályozásában. 20 törvényt és szabályzatot fogadtak el, és ennek köszönhetően a termelés százszorosára nőtt. Megszűnt a bürokrácia a drónjártás területén, mint egy 200 magáncég között valódi verseny alakult ki. Az idei állami költségvetésben 40 milliárd hrivnya áll rendelkezésre drónok beszerzésére, és ez nem végleges. mondta Mihál a kormány keddi ülésén. Számolt be az Interfax Ukraina. A miniszterelnök hangsúlyozta a legújabb fejlemények, már most megváltoztatták a háború menetét. Többek között a haditengerészeti drónok bénították meg az ellenség flottáját a Fekete-tengeren, és garantálták a vízi logisztikai folyosó biztonságát. A támadó drónok mindössze fél év alatt több mint 14 4000 célpontot találtak el, orosz technikát, a légvédelmet, erődítményeket tette hozzá. Smihál hangsúlyozta, hogy a pilóta nélküli rendszerek erői, mint különálló haderő létrehozása lehetővé teszi a drónokban rejtő lehetőségek maximális kihasználását. Alexander Szirszki, az ukrán fegyvereserők erők főparancsnoka, a CDF német csatornának adott interjújában elmondta, véleménye szerint Oroszország Ukrajna elleni háborújában a harci cselekmények új szakaszba léptek. A tábornok elmondása szerint a modern technológiáknak köszönhetően a parancsnokok a katonai irányítás szinte minden szintjén láthatják a harcteret. Ha korábban a lövészárokból vagy megfigyelő állásból a harctér korlátozott részét láthattuk, most teljes képünk van a harci cselekményekről, és még sok minden másról, mondta Szirszki. Hozzátette, hogy a háború jelentősen megnöveli a technológiai fejlődés jelentőségét a fegyveres erőkben és a harcok folyamatában. Már alkalmazzuk a földi robotplatformokat, távvezérlésű modulokat, amelyek lehetővé teszik a katonák életének megőrzését. Más szóval, a háború új szakaszba lép, összegezte Alexandr Szirszki. A kormány kedden Donbass régióban tartotta meg ülését. Megvitattuk az állam fő prioritásait 2024-ben, többek között Ukrajna az orosz megszállókkal szembeni védelmét és a hadsereg megerősítését, jelentette be Denis Mihály kormányfő. Az első cél az ukrán védelmi ipar innováción és technológián alapuló megerősítése. Védelmi politikánk második célja az erős védelmi vonalak kiépítése. Harmadik célunk a bürokratizmus megszüntetése a hadseregben, hangsúlyozta a kormányfő. Smihál köszönetet mondott Ukrajna védőinek és azoknak, akik a hadsereg támogatásáért dolgoznak. Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten megalakult Ukrajna Ipari és Védelmi Bizottsága a minisztériumok és intézmények, a védelmi vállalatok és a szakértői környezet munkájának koordinálására. Az első ülést már megtartották, de a részleteket nem hozzák nyilván. A Matthias Corvinus Kollégium Nyíregyházi képzési központjában léptek fel a beregszászi színészek. A rendhagyó előadást követően a színészek a darab megértésében, a szereplők megismerésében, az érzelmi hatások feldolgozásában is segítettek a gyerekeknek. Elég súlyos problémák uh, szólalnak meg, úgy mint a családon belüli erőszak, akár a valláshoz való viszonyunk, a testvér viszony, vagy akár az alkoholizmus is. Tehát ez mind-mind sajnos velünk élő problémák, amikről, amikről beszélni lehet, és talán egy olyan közegben, ahol... Uh, ahol nyitottak erre, és láttak valamilyen, és hála Istennek, ha van olyan gyerek, aki például nem találkozott ezzel, vagy találkozott, de nem tudta befogadni, akkor ezen a foglalkozáson megpróbáljuk egy kicsit boncolgatni a témát, hogy mégis mit értettek meg belőle. És az hál' Istennek a pozitív tapasztalatunk, hogy, a mai gyerekek azok nagyon érzékenyek minden ilyen jellegű problémára. És lehet, hogy velünk idegenekkel, és ebben a formában, ahogy minden, minden, feldolgozó foglalkozásnak vannak keretei, vannak játékai, amikkel keresztül fel tudják dolgozni a látottakat, hallottakat, ezeken keresztül jobban jobban tudnak egy adott problémával mit kezdeni, és ahogy halad a foglalkozás, mindig azt tapasztaljuk, hogy igenis értőek, tehát attól, hogy gyerek, attól ő érzi és érti a körülötte lévő világot, és meg kell vele beszélni ezeket a problémákat, mert különben elnyomódik, tehát a saját tapasztalataink alapján is, mert talán az a generáció vagyok, akikkel nem beszélték át úgymond otthon ezeket a problémákat, még akkor is, ha csak mondjuk nem közvetve, hanem közvetlenül voltunk érintettek bármilyen problémában. És nagyon érdekes az is, hogy hogyan látják majd a hogyan látják a világot vagy saját magukat a világban, tehát segít. Segítenek ezek a drámafeldolgozó foglalkozások abban is, hogy saját magukat hogyan hol tudják elhelyezni ebben a történetben, és hogyan tudják esetleg alakítani a saját életüket ehhez képest. Az MCC Fiatal tehetség programjának fontos eleme a színházvilág kurzus. 2022. szeptemberében nyitotta meg az MCC nyíregyházi Képzési központja kapuit. Nem azzal a titkos szándéka, hogy közelebb tudjuk hozni a kárpátaljai fiatalokat, gyerekeket, lehetőséget biztosítva nekik. Tudván az, hogy Beregszázban is működik egy MCC központ, de az elmúlt két évben olyan helyzetbe kerültünk, hogy több család érkezett ide Szabolcs megyébe. A FIT programban megvalósuló színházvilága kapcsán gondoltunk arra a kollégákkal, hogy vendégül látjuk a Beregszászi Színházat, közelebb hozva is megismertetve a gyerekekkel az ő működésüket. A mai napon itt az MCC Nyíregyházi Képzési Központjában egy különleges élménypedagógiával, drámapedagógiával tűzdel darabot adtak elő a gyerekeknek, bemutatva azokat az élethelyzeteket, amelyekkel ők is találkozhatnak. Az előadás nem pusztán egy előadás, része egy feldolgozás is, megismertetve azokat az értékeket, illetve kitörési lehetőségeket, megoldásokat, amelyeket a gyerekek tudnak élni. A háború miatt nehéz helyzetben lévő beregszászi szintársulat mindent megtesz azért, hogy életben tartsa Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű színházát. A művészet és a kultúra is a háború áldozatává vált, hangsúlyozza a teátrum igazgatója. A Beregszászi Színház a színházi nevelési nagy programjában évek óta arra törekszik, hogy olyan társadalmilag fontos kérdésekkel tudjon a fiatalok a gyerekek felé fordulni, amelyek meghatározzák a későbbi életüket, és igyekszünk ebben útmutatásként színházi előadásokkal szolgálni számukra. Ilyen Guszkőjé Minden dolgok könyvet című darabunk is, amelyet felolvasó színház formájában Gyevi Bíró Eszter színre a Beregszászi színészekkel. Ez az előadás a családon belüli bántalmazást, illetve a hitkeresés kérdését boncolgatja a 12-14 éves fiatalok számára. Ezt az előadásunkat hoztuk el ide most a Matthias Corvinus kollégium felkérésére, és nagyon örülünk annak, hogy ezekben a társadalmilag és művészileg fontos kérdésekben ilyen jó partnerre találtunk az MCC személyében. Mi bízunk abban, hogy a jövőben ezt az együttműködést még szorosabbra foghatjuk, és külön öröm számunkra, hogy a Beregszászi székhelyű MCC mellett most már a Nyíregyházival is szorosabbra fonhattuk az együttműködésünket, hiszen láthatjuk azt, hogy a magyar fiatalok szerte a Kárpát-medencében határtól függetlenül szinte ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazokkal a családi, magánéleti vagy társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. Ebben próbáltunk ma egy kicsit a színház eszközével segíteni. Számukra. A Beregszászi Színházban a háborús hétköznapok ellenére is folyamatosan zajlik az alkotói munka. Az elmúlt időszakban több nagy színpados darabot is sikerült bemutatniuk. A társulat missziója 30 éve nem változott. A magyar kultúra ápolása és terjesztése minden körülmények között. A hagyományoktól eltérően nem színházi előadással, hanem mozi estel folytatódott. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a házasság hete alkalmából szervezett programsorozata. Az ortotai elemér görög katolikus kollégiumban több mint húsz házas pár gyűlt össze, hogy megtekintse Mihály Gazda, lengyel rendező, a szeretet gyógyító ereje című romantikus drámáját. Az Egyesület egyik fő feladatának tartja, hogy lehetőséget biztosítson a közösségi élet megerősödésére. Ezért szerveznek olyan programokat, ahol a tagcsaládok megoszthatják tapasztalataikat, élményeiket, ezáltal is segítve egymást. Az Egyesületben ez már egy ilyen kialakult hagyomány, hogy ezen a házasság hetén igyekeznek minden több olyan rendezvényben a figyelmet a házasságra fordítani, amit, amit, amire lehetőség van. És igen, a színház az idén nem jött össze, de akkor ehelyett jött az, hogy filmvetítés, mert ez is egy olyan dolog, amit lehet közösen csinálni, vagy sőt, még közösen talán még hangulatosabb is, hogyha egy társaságban nézünk meg egy filmet, akkor az egészen más. Tud lenni, vagy pláne, ha még aztán meg is tudjuk beszélni. Úgyhogy ezt, ezt találták ki a, az Egyesületben, és, és akkor kerestek egy olyan filmet, ami, ami alkalmas, illeszkedik ehhez a héthez, ehhez a témához. Az elmúlt hónapokban a Tolk energiaszolgáltató vállalat olyan helyzetekkel szembesült, amikor az ügyfelek rossz számlára fizették be az elfogyasztott áramért járó összeget. Ez mind a háztartási fogyasztókra, mind a jogi személyekre vonatkozott. Ennek egyik oka a banki alkalmazásban telepített sablonok. Natália Nyimec, a Zakárpátya Enerhozbut igazgatója elmondása szerint a pénz átutalásakor ellenőrizni kell a számla adatait. A befizetés során a hibát a sablon adatai okozzák. A sablont az elektronikus fiókba mentették, idővel pedig nem ellenőrizték a ma érvényben lévő adatokat. Nálunk nem történt változás, de előfordul, hogy rossz adatokat töltenek le az alkalmazásban. És gyakran eltévesztik, hogy ki és miért fizet. Például a fogyasztó befizeti a villamos energia elosztásért járó összeget, ezek a pénzeszközök ennek megfelelően az elosztórendszer üzemeltetőjéhez kerülnek. És itt is vannak tévedések. Ha hozzánk érkezik az elosztásért befizetett összeg, a pénzt visszautaljuk a fogyasztónak, de néha az elosztórendszer üzemeltetőjéhez kerül az elfogyasztott áramért felszámolt összeg. Ők is kénytelenek visszautalni ezt a pénzt. A hibásan jóváírt pénzeszközök egyik oka az emberi tényező. Vagyis ha az ügyfél bankban vagy postán fizet a szolgáltatásért, a pénztáros is hibázhat, ha nem ellenőrzi a számla adatait. Érdemes megjegyezni, hogy az elfogyasztott villamos energiáért felszámolt, a rendszerhez való csatlakozáshoz kapcsolódó szolgáltatási munkák, vagy egyéb szolgáltatásokért járó összeg befizetése esetében a számlaszám adatai minden esetben eltérőek lesznek. Azok helyességét elektronikus fiókjában a cég hivatalos oldalán, vagy közvetlenül a csekken lehet ellenőrizni. Júliusban külön folyószámlánk volt a háztartási fogyasztók és egy másik a nem háztartási fogyasztók számára. Ez, ahogy mi nevezzük, szabadár. Egy másik számlára kell befizetni a felhasznált elektromos energiáért járó összeget. És néha úgy alakul, hogy a háztartási fogyasztónak például van egy vállalkozása, és nem ellenőrzi, hogy hová fizeti be a pénzt. Úgy fizettek, mint egy vállalkozó, de a háztartási fogyasztó számlájára. Ezért van egy nagy kérésünk: amikor fizetik a villanyszámlát, figyeljenek arra, hogy melyik számlára fizetik, vagyis ellenőrizzék a számla adatait, hogy azok helyesek legyenek. Hogy a fogyasztó biztos legyen az adatok helyességében, a villanyszámlát az ügyfélközpontokban található önkiszolgáló terminálokban fizesse be. A Tolk csoport minden ügyfélszolgálati központja rendelkezik terminálokkal, amelyeken érintés és illeték nélkül és a megfelelő számlára fizetheti be a közüzemi szolgáltatásokért járó összeget. A hibásan jóváért pénzeszközök nem csak az energiacégnek, hanem magának a fogyasztónak is problémát jelentenek. Végül is időbe telik, mire kiderül, hogy pontosan hová került a pénz. A társaság minden nap ellenőrzi a számlakivonatokat, és ha a fogyasztó hibásan írja jóvá a pénzeszközöket, értesíti, hogy kérelmet kell benyújtania. Ha az illető személy három napon belül nem írja meg a visszatérítési kérelmet, a pénzt visszautalják a bankba. Ha a fogyasztó rossz számlára fizeti be az összeget, akkor a céghez kell fordulnia, írnia kell egy kérvényt, amelyben megadja az összeget, a befizetés időpontját és a számla adatait. Ezeket az összegeket vissza kell utalnunk. Ezután a fogyasztónak újra be kell fizetnie, de már a megfelelő számlára. Ez sok időt vesz igénybe különösen, ha a fogyasztónak tartozása van. Az eljárás két-három hétig is eltarthat, attól függően, hogy a fogyasztó melyik bankban fizetett. A társaság szinte naponta fed fel hibás befizetéseket. Átlagosan havonta a fogyasztók több mint 10%-a utal pénzt rossz számlára. Ezért a szolgáltatók hangsúlyozzák, hogy a Zakárpátya Enerhozbut honlapján, az elektronikus fiókban és a terminálban a helyes számlaadatok vannak feltüntetve.